A szálak fonását, szövését, kötését talán a pókoktól este el az ember. Ezt a tudományt aztán hamar a maga szolgálatába állította. Bizonyára a hölgyek fedezték fel először, hogyan lehet a hálót szépségük kiemelésére alkalmazni. A mai értelemben vett művészi csipkét az itáliai reneszánsz indította világhódító útjára a Pompa városából, Velencéből. A csipkének két alapvető fajtája van. Itáliából terjedt el a varrott csipke. A vert csipke több szállal készül. A világon talán a legismertebb a brüsszeli csipke, melynek méltó vetélytársa a halasi. Ma Magyarországon több helyen is foglalkoznak csipkekészítéssel. Közülük talán a legismertebb a Kiskunhalason készülő, méltán világhírű halasi csipke. Magyarországon 1500-as évek második feléig visszamenőlegesen volt hagyomány a csipkekészítésnek, de a vert csipkekészítésének. És igazából az első magyar varrott csipke volt a halasi csipke. Tehát ez eleve egy újdonságként is hatott, és ez a rajzossága, a finomsága, a korlenyomat, ez mind-mind a mai napig is, és folyamatosságában mai napig is érezhető. A legtöbb csipke fajtánál ez a folyamatosság itt-ott így vagy úgy valamilyen módon megtört. A halasi csipke története 1902-ben kezdődik. Ekkor történt, hogy a helyi gimnázium rajztanára megálmodott egy magyar csipkét. Abban a korban nagy divatja volt a csipkének. Az ünnepi viseletekben a hölgyek sokkal több csipkét használtak, mint manapság. Dékáni Árpád terveket készített, népies motivumokat ötvözött szecessziós vonalvezetéssel. Ezeket a terveket elvitte több hímző hölgy ismerősének, és mindannyian kivarhatatlannak ítélték meg ezeket a terveket. Ekkor érkezett a városba a halasi születésű, de Budapesten élő és dolgozó Markovics Mária, aki szintén fölkeresett Dékáni Árpád a terveivel, és Markovics Mária volt az, aki kidolgozta a világon egyedülálló technikát, amivel a mai napig is varjuk a halasi csipkét. Halasi csipke védjegyezett termék, 1936 óta védjegye a három egymás keresztező hal, tehát a halasi csipkében ez biztos, hogy benne van, a legkisebb medálcsipkéktől elkezdve a legnagyobb csipkékben megtalálható a logó. Tehát halasi csipkét csak itt a halasi csipkeházban lehet előállítani. Van-e leírása ezeknek az öltéseknek? Online esetleg egy oktatófilm, hogy hogyan kell készíteni, vagy ez lehetetlen? Hát a halasi csipkének nincsen leírása, mert ezt kézről kézre adják a csipkeházban. Annyi ember tudja, ahány nyatit betanítanak a csipkeházban, és ahány ember tudnak foglalkoztatni. Tehát ide jön valaki, akinek van kézügyessége és affinitása a csipke készítéshez, nem tudja ezeket az öltésformákat, és itt megtanítják? Nem tanítják meg, de hogyha olyan ügyes, annyira járatos, akkor ezeket le tudja esetleg olvasni. Azonban vannak olyan titkok, amiket nem biztos, hogy tud. Hát vannak titkai a csipkének, a halasi csipkének. Hatvanféle öltésmintával dolgozunk, ezt mind meg kell tanulni. Markovics Mária 50 évig varta a csipkét, és ez a 60 féle különböző csipkeöltés 50 év alatt alakult ki. Ma is ezeket használják a csipkevarók. Mennyire egyediek az elkészített darabok, vagy van sorozatgyártás? Minden egyes darabja egyedi, tehát nincs két egyforma darab. Mintarajz, vannak mintarajzaink, kb. 500 darabos mintarajz gyűjteményünk van. Egy mintarajzot többször is kivarunk. A régi mintákat is, amik ugye a 900-as évek elején készült, azokat is varjuk a egész mostan napokban is, meg újakat is varunk, tehát mindig felhasználjuk a régi. Egy mintarajzot többször kivarunk, de sohasem
ugyanúgy. A csipkevarók rendelkeznek egy úgynevezett művészi szabadsággal, tehát ők döntik el, hogy az adott pillanatban melyik öltéssel varják ki a csipkét. Az egy csodálatos dolog, hogy egy marék cérnából gyakorlatilag egy kis energia és időbefektetéssel milyen csodát lehet alkotni. A halasi csipkét mai korban elsősorban ajándéktárgyként használjuk, és ez irányba is mi próbálunk segíteni, bekeretezzük a csipkéket, és így kínáljuk a vevőinknek. Nagyon szép a medál. Saját kezűleg készült? Igen, ez a saját tervem. Egy kicsit angyalmáliás vagyok. Hát igyekszünk jó példával is előjárni. Ugye a halasi csipke azért egy ékszer. Igen, ékszer, mert ugye nagyon sok benne a munka. Pontosan azért gondoltuk ezt, hogy ezekkel a kicsi ezüst ékszerekkel lehet ezt népszerűsíteni, és mások számára is elérhetővé tenni. Hát ez sokkal több, mint munka. Ez megszállottság, elhivatottság és egy mérhetetlen nagy öröm. Az, hogy fennmaradhatott ilyen színvonalon 120 évig, az annak köszönhető, hogy mind a motívum világában mindig igyekezett megújulni, mind pedig igyekezett alkalmazkodni felhasználhatóságában a kor elvárásaihoz. De azért alapvetően a változatlanságot, a tradíciót képviseli a halasi csipke.